Kedves romboló osztály! Ez a megszólítás annak a néhány gyereknek szól, és őszintén reméljük, hogy csak néhány, akik a 32-es teremben leszaggatták a suli TV feliratot, és a falon otthagyták vandálkezük nyomait. Komolyan javasoljuk őket egy osztályfőnöki figyelmeztetésre. És akkor most kezdjük a mai programot. Tisztelt tanáraink, kedves gyerekek! Mint tudjátok, a Droid Sci-Fi csapata 7 éve működik iskolánkban Laci bá vezetésével. A pénteki klubnapokon igen érdekes témaköröket beszélnek, vitatnak meg a gyerekek. Itt szó esik az UFO-król, gömbvillámokról, a különleges és megmagyarázhatatlan jelenségekről. A parajelenségeken belül, a kanálhajlítástól, a gondolatátvitelig szinte mindenről. Akit ezek a fantasztikus dolgok érdekelnek, az bátran jöjjön el péntekenként 4 órakor a rajzterembe. A Droid tavaly gondolt egy nagyot, és meghirdetett egy egész megyére szóló fantasztikus irodalmi pályázatot. A pályázatnak akkora sikere lett, hogy Laci bá úgy gondolta, a Droid az idén is közé teszi felhívását. Írjatok az álmaitokról, azokról az álmokról, amelyet még soha nem akartatok, vagy nem mertetek elmondani senkinek. És elkezdtek özönleni a pályázatok. Írtak kicsik és nagyok, általános és középiskolások, és a 166 darab beérkezett dolgozat ünnepélyes eredményhirdetésére 1994. november 25-én pénteken délután került sor. Ebből látok most egy összefoglalót. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Droid csapat novella pályázatának eredményhirdetésén és minden felnőtt és gyermeknek jelenlegét. Nagy megtiszteltetés, hogy ezt a kedvesem általános iskolának, hogy helyet adhat egy olyan kezdeményezésnek, amely 1987-ben indult. 1987-ben egy szülő, Mészei Györgyi László, úgy látta, hogy az iskolai oktatásnak egy fontos része lehet az, hogy tanulói nem csak a ismeretlen által ismertetnek meg tanulákon, hanem különböző foglalkozásokon betekintenek a tudomány egy kicsit fantasztikus területére. Írásnak megfelelően Kis János keramikus mester serlegét és a Bartók Béla Művelési Központ karóráját. Gratulálok! Első helyezést ért el Hadar Sami. Ki lehet Droid tag? Gyakorlatilag bárki, aki általános iskolás, és érdekli a sci-fi, esetleg szereti vagy műveli valamilyen szinten, esetleg ír ilyen pályázatokra is. And you constantly in doubt, you lose.
Generáció Álma című pályázat. Szerzője Szűcs László, Bálint Sándor Általános Iskola Szeged, 8. osztályos tanuló. Én Poklom című pályázat, szerzője Dávid Krisztián, Dávid Krisztián, Dávid Krisztián, Dávid Krisztián. És Ignázium Szeged első osztályos tanulója 1500 forintot kapott Kis János keramikus mester serlegét és a Magyar Garagoncia Szövetségtől egy pólót, egy kazettát és egy dalos könyvet. Honnan hallottál erről a pályázatról? Hát a magyar tanárnőm, Töreki Erika mondta, hogy van egy ilyen pályázat, és azért jelentkeztünk erre a pályázatra. Ez egy kivételes alkalom volt, hogy tollat ragadtál, vagy szoktál írni máskor is? Tavaly volt még egy ilyen droidos pályázat, és arra is írtam. Azon nem értem el eredményt sajnos, de most megint írtam, és első helyzet lettem. Szponzoraink 35 darab külön díjat ajánlottak fel. Könyveket, walkmaneket, ajándékcsomagokat, játékokat, édességet. A rendezvényhez iskolánk is hozzájárult egy értékes külön díjjal, amelyet az igazgató úr a Bálint Sándor Általános Iskola másodikosainak adott át. A zsűrizés milyen szempontok alapján történt? Hát erről igazán csak a magam véleményét tudom elmondani, hiszen pontosan azért voltunk többen, hogy mindenki más-más vett figyelembe. Én a magam részéről az ötleteknek az eredetiségét, a fantázia szárnyalását helyeztem az első helyre. Két gépelt oldalon kellett kifejteni azt a gondolatot, amit valaki maga elé tűzött, tehát nagyon fontos volt, hogy eléggé feszes legyen a novellának a szerkesztettsége, és hát természetesen stilisztikai és egyéb szempontokat is figyelembe vettünk. Legyen minden! Hogyan jött az ötlet, hogy benevezzél erre a fantasztikus pályázatra? Hát az anyukám olvasta a Dél-Magyarországban a pályázatra való felszólítást, és szólt nekem, hogy egy fogalmazásomat küldjem be, amit a nyelvtantanárom a
Németné Balázs Katalin adott fő házi feladatnak az Én Poklom címmel, és ezt a fogalmazást beküldtem, és első helyezetet kaptam. Tulajdonképpen miről szólt a pályázatod? Egy emberről szólt, aki a harmadik világháborúban megsérült, és kómába esett, és az ő által elképzelt pokorba vándorolt, hogy megtalálja a saját testébe visszavezető utat. És akkor végén kiderül, hogy megtalálja vagy nem. Előttem ül Arató László, a Dél-Magyarország munkatársa. Így újságírói szemmel milyennek látja a pályázatokat? Nagyon nehéz volt a pályázók munkája, mert egy álmot leírni azt borzasztóan nehéz, sokkal könnyebb álmodni, mert csak becsukom a szemem és már álmodok is. Remélem, hogy jó néhány pályázóval találkozni fogok a későbbi munkám során, ugyanis igen tehetséges fiatal emberek írtak nekünk, akikben még megvan az a gyermeki tisztaság, hogy őszintén és minden érdektől mentesen tudnak fogalmazni. Nagyon szép, kerek, egész mondatokat láttam, nagyon jó hasonlatokat alkalmaztak, nagyon őszinte hasonlatot alkalmaztak a pályázók. Összességében nekem élmény volt olvasni ezeket, és hát mondjuk az, hogy ki tetszett nekem a legjobban, az majd ki fog derülni, hogyha a labban megjelenik néhány írás, és mindenkinek köszönöm és gratulálok. Bemutatom Gombosné Szabó Emiliát, a Szegedi UFO Kutató Egyesület vezetőjét. Úgy hallottam, hogy ismét egy fantasztikus pályázat készül. Igen, a Szegedi UFO Kutató Egyesület a droid pályázattal kapcsolatban, illetve föllelkesedve készül egy nagy pályázat kiírására a jövő év elején, ami egy rajzpályázat, egy makett és egy szobor pályázat lesz. Tehát mindent be lehet küldeni, úgymond lesz több kategória. Gondolkodunk még azon is, hogy esetleg megtörtént esetekből is indítunk egy pályázatot. A pályázati kiírás a jövő év elején várható, és szeretnénk, ha minél több iskolás írna erre a pályázatra, illetve szobrot készítene, vagy bármiféle figurát. Az ünnepség után támogatóinknak köszönhetően a droid szokásához híven megvendégelte a pályázó és szereplő gyerekeket tortával, péksüteménnyel és kólával. A dúsan terített asztalról igen rövid idő alatt minden elfogyott az utolsó morzsáig. Reméljük, hogy ez a rendezvénysorozat évről évre visszatérő színfoltja lesz iskolánknak.